Jó estét kívánok! új laki Dénes, a Bóta Café vendége, szerintem rengetegen ismerik a Katona József színházból, na meg a meglehetősen jellegzetes szélesen öblös szinkron hangját is, és az is lehetséges, hogy bulvárból még azt is tudják, hogy hát az ötödik felesége van, aki hát jóval fiatal, 37 évvel, ugye? És hát van még egy érdekesség, ami engem nagyon izgat, amióta ismerem őt, hogy hát 14 év ugye 56-os, már úgy gondolták, hogy izgatta az államot, és már elítélték három évre, amiből kettőt, kettőt, le is ült, amit én egyszerűen egészen eszelősnek és egészen elképesztőnek tartom. Ugye annyit tudok, hogy, hogy hazavittetek egy havaroddal fegyvereket, nem? Hát ez egy hosszú történet. Is nem renge, baj. Rengetegszer elmeséltem. De, nem, de, de, nem, de azért ér... elmondom neked, hogyha erre vagy kíváncsi. Nem, ra. kíváncsi ér vagy Először a... is köszönöm a meghívásodat. Hát és szeretettel csalá, köszöntöm az jötti. összes nézőt, aki a műsorodat nézi. Na, szóval ez úgy történt, hogy 56-ban én 11 éves voltam. és akkor, <coughs> akkor csak 11-14 voltam, amikor elítéltek. Más, más, más csőbe vagyunk. Aha. Szóval 56-ban mi ott laktunk az Országos Légvédelmi Parancsnokság fölött, a Bakcsomopotnál, hogy a Karolina út kanyarodik. Aha. És ott volt egy november 4-én egy hatalmas csihipuhi, nem tartott sokáig két-két és fél órát, és akkor ott az oroszok elfoglaltak mindent. Emlékszem, kijöttünk a pincéből, ilyen gézes nyakú, ilyen vágott szemű orosz katonák voltak, mindenkinek kelés volt a nyakám borzalmas, néztek ki, na de ezek az emberek mindent kiszórtak ott a, a, az objektumból, ami magyar volt, sapkát, sálat, körömreszelőt, géppisztolyt, páncélöklőt, rendes pisztolyt, köztük egy pisztolyt is, amit én fölvettem és hazavittem. Nem csináltam vele semmit. De állítólag több mindent vittetek haza, amiket apát beszúrtak. Ja, 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 ja. Csak ezt hát a pisztolyt nem még Én nem, nem vittünk, én vittem, mert én voltam a családban a rossz gyerek. De volt még Igen, igen Páncélöklőt vittem páncél. haza. Ilyen Váról indítható páncélöklőt vittem haza, igen. De a meg apám tetszett, az... vagy mi ez? Nem, olyan hát érdekes volt. 11 éves voltam a... Gábor. Hát ki az a 11 éves gyerek, aki nem hajol le egy egy, egy nem hogy egy igazi puskáj, de egy, lég, egy csúzlér lehajolsz, és azt mondod, hogy hát ez nagyon jó, hát ez mit lehet csinálni, vagy nem tudom. nem, tudod elképzelni, hogy, hogy kalapáccsal szedtünk szét ekkora tanklövegeket, és ütöttük meg, nem tudom és abban volt, abba, volt ilyen, makaróni szerű puskapor, és azt meggyújtottuk. A villamos alá raktunk töltényeket, ahogy kanyarodott a Karolina után a 61-es villamos, leraktuk a töltényeket, aztán fölmentünk a hegyoldalba, és akkor ráment a villamos, akkor ezt lehetett hallani, hogy ta 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 csak villamosul ugráltak le az emberek, és mindenki hasalt a földre, mert még közel volt a bal. Még miszi, és akkor hogy... mindig ott ültünk a hegyoldalban és fogtuk a hasunkat, és röhögtünk. Még hát... mindig, hogy élvezed. Hát én nem élvezem, én visszaemlékszem. Ez így történt. Aha. Meg csináltunk rettentő dolgokat. Rettentő. nem mit Srácsok még? voltunk, mi? Mit még? Hát rengeteg baromságot rengeteg baromságot. Ezek voltak, ezek a... Egy nagyon vegyes társaság volt ott, mert a, ott az otthon, én a Társ utcában laktam, ott van Társ utca, Szitja utca, Avar utca, egymás és az egészet az Otthon utca keríti be. A Társ utca 10-ben laktunk, és az Otthon utca környékén mindig jelentek meg az 50-es években ilyen fekete autók. És akkor a tudtuk, hogy ha egy ház előtt nagyon sokáig állnak, akkor azok valószínűleg el fognak költözni. És mi nem tudtuk, hogy, hogy ki költözik oda. Sorba költöztek be azok. Ott egy villás rész volt. Sok-sok magánház Há. volt, és villás. Tűntek el az emberek. És akkor mondta, nekem apám csak annyit mondott, hogy ezekkel a gyerekekkel ne nagyon barátkozzál. Nem mondta, hogy miért, meg hogy, meg nem tudom, nem emlékszem. Ah, hogy egyszer, ezt muszáj elmesélem, mert ha ah, ide, ide jutottunk, ne haragudj le, lehet, hogy szószátjár vagyok egy kicsit, mert a következő történt, ez a csengőfrászos időbe volt. Ugye, megállt nálunk is egy egy autó, és a mi házunkat is nézegették, bár azon, úgy, mi úgy laktunk, hogy csak a felső részén, az alul, ah. alul egy másik család lakott. És volt egy kutyánk, egy Peti nevű tacskó kutya, aki kint aludt az előszobába, szobába, és uh, éjszaka ilyen hangot lehetett hallani. Hogy... Én nem hallottam, mert én aludtam. Egyszer csak anyám elkezdett sikoltozni, hálóinkban rohangált, hogy Bandi, úgy hívták az apámat, Bandi azonnal csomagoljuk, mert megint kitelepítenek. Nézték a házat délelőtt, és összepakoltunk az egész. Én is segítettem, meg a bátyám is. Az összes cuccot, amit akkor el lehetett vinni, amit kézbe elbírtál, annyit lehetett vinni, és akkor ott ültünk, és vártuk, hogy majd jön a terrolt, és a apám kiment az előszobába, és sírva jött vissza, és mondta, hogy csöpikém, a magánszatok, hogy nézze meg, Hát, mire csomagoltunk össze, és a kutya ott feküdt a kis kosarába és a farka hozzáért az üres szekrényhez, és az kopogott. Hát ilyen világ volt. Igen, de hát ti voltatok tényleg ó, kis ó, ott, mert nem hogy ilyen, rá, nem, ilyen nemesi származású de, de, vagy igen, anyai. De kis, anyai kis-kis-kis nemesi származású. Vagy kis-nemesi. Hát én nem tudom, el, 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 engem nem nagyon érdekel. Boldogfalvi. Boldogfalvi farkas, igen. Igen, országgyűlési képviselő, igen, országgyűlési képviselő is volt, szegényként tartott 56 ban pont a Mincenti után egy beszédet, még a Barankovics féle kisgazda pártot akarta tovább fel. Én nem tudom, mint be is kaszlizták 8 hónapra egyből, úgyhogy mi váltottuk egymást. Ő jött ja. ki, én mentem be. És hát 14. én még emlékszem a kastéra az egyik kastér a Lenzalába, ugye? Ott egyszer csak jöttek, azt mondták neki, hogy na, Fater, irány a disznó, menjen ki a disznóba. már megrántott a vállát, kiment a disznóba, és azt mondta, hogy vigyétek a földet. Hát, úgy tudtok vele mit csinálni. Le van szarva. Három ezer volt, szevasz, csokodot. De kitelepítésen úgy tudom, hogy hónapokig laktatok tehén. Ja, ne, hát, Én is. nem tudom, én nagyon kicsi, kicsi voltam, az elektanya, vagy hogy hívták, én nem tudom. Azt tudom, hogy hogy anyám nagyon talpresett asszony volt, és megérkeztünk, és este már a kivótott minden takarítva, meg messzelve, meg sározva, meg minden, és a báró ember Egon meg a felesége jöttek bridge partira. Aha. A is hát <laughs> hát, azért, én is Hát, ez jó. Minden, ők tartották magukat. Hát, de nem, nem tartott ez a sok De ez meg szép, át, tetszik. Ja, az, utána fölkerültünk Pomázra, mert onnan már bejárhatott az apám a szerkesztőségbe, mert ugye Pomáz egy, egy, egy Igen, az igen. Az? Hát alapítója volt az új embernek is, meg a vigiliának is. A vigilia az inkább, mind a kettő klerikális jellegű főleg katolikus kiadvány, csak az egyik egy kicsit irodalmi, a vigília, aki esetleg ismeri, az ismeri tudja, hogy miért, az új ember pedig egy ilyen katolikus heti beszámoló. De várjál, az ő volt, vagy a nagyapád, aki, aki ö, direkt fölvette az izraeli hitet, akkor, amikor megházasodott, aztán utána pár év múlva, amikor nyilván látszott, hogy hát ez nem lesz jó, akkor kikeresztelkedett. Nem tudok róla. Nem. Ilyet ja, nem, 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 nem. Itt, itt, valami, itt valami félreértés van. A félreértés onnan adódhat. Egyetlen egy nagy konfliktus volt a családban. Az én édesapámnak a bátyja, dr. Újlaki Géza, aki katona volt, vezérkari százados, vezérkari volt, na most a katonaságnál nem a, a rangalények, hanem a beosztás, ezt hangsúlyozom, és uh, még a háború előtt győriek, az, az én apai az ágom az győri. Aha. És uh, beleszeretett a Weiss Száminak a lányába, aki egy nagyon híres szemész professzor volt. Na most hát a sors milyen, összeházasodtak, mindenki a, a, a Weiss család teljesen kitagadta a lányát. Meg kell mondanom, hogy a mi családunk se volt nagy öröm állítólag. Aha. Én nem tudom, mert én akkor még csak egy, egy ilyen elképzelés voltam. Úgyhogy, na mindegy, a lényeg az, ugye, hogy a Dusi azóta keresztelve, az ugye kikeresztelkedett, összeházasodtak templomba, nagy balhé, és utána jött ilyen törvény, olyan törvény, nem, 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 és éppen fent volt a Hortinál a Géza. És ott jelentett valamit, nem tudom, hogy Ő volt a tipográfiai, a hadi térképészeti intézetnek a vezetője, vagy nem tudom. És ott ő, magyarázott valamit a horti vagy beült a tisztiszolgálja, illetve kint várta, és mondta, hogy hogy úr a feleségét bevitték a gettóba, győrbe. Felült fölült a motorbicikliére, mert akkor az volt a divat, motorbiciklire fölült, bement a gettóba, leült, és azt mondta, hogy Dusikám, a jó Isten egymásnak teremtett, én oda megyek, ahova maga megy. Megyünk együtt. Hú, hatalmas botrány. Mert A, a Dusita Horti közvetlen közbejárásával Svájcba kimenekítették, és a Géza, Gézát meg kitolták az orosz frontra. És még valahol Ukrajnábi eszébe jutott, hogy milyen jó lenne, ha a tiszti szolgája vezetett, és ő az oldalkocsiba, és bedugta az ujját a közé, és Ledarált az. Fényképe vannak róla, így szívja a cigarettát. Ugye ez az ujja, ez nincs. Uh -huh. És akkor bedugta az ujját, ledarált át. Volt egy kis vita, hogy ez esetleg szándékos, vagy nem tudom, mi, de nagyon szerették a főnökei, meg nem tudom. És akkor Na no, de hát a tragédia. Most jön a tragédia. Ugye jön a felszabadulás, jön meg Oroszok, át meg. Egy hortista tiszt és egy kitagadott zsidó Ez maga az ideális nyomor. Érted, amit mondok? értem, persze. Totál megtagadása mindenkinek és mindennek. Végégi nyomorogták kézen fogva az életüket. De úgy, hogy már gégerákja volt szegény Gézának, és akkor még nem volt ez a beszélő készülék, hanem csak egy luk volt itt, amiből folyt a takony, meg nem tudom, micsoda, és a dusi befődből főzött neki pálinkát, élesztőt a befőd, egyénai bele, még egy egyénai, letakarva énai, gázra, föl vagy parertre, és ami lecsöpök középre a középső énaiba, az volt melegen, azt itt a pálinkát. És éheztek, effektív. A Győri Bergman cukrázdával szembe lévő házolt az ő házuk. Ennyit erről. Ennyi. Na most csak annyit, hogy az információk milyenek, tudod? Hogy igen, ő, igen, hogy Te, te ezt olvasod, igen. azt olvasod. Sajnos manapság már olyanokat írkának össze. Az emberről fölhív valaki telefonon. Előző is tele van a telefonom ilyenekkel, hogy nevet fel, ezt nem felvenni, ne... Még, még körül tudom azról, és akkor felhív egy másik számról. És elkezd érdeklődni, és akkor mondom, hogy nagyon kérem, hogy ne írjon arról, hogy rákos voltam, vagy vagyok, vagy nem tudom én micsoda. Nagyon szívesen beszélek róla, de akkor tudom, hogy ezt én mondtam, nem másik, ne beszéljen a fiatal feleségemről, a 13 éves fiamról, hanem én kérdezzem valami értelmeset, és akkor értelmesen tudok rá válaszolni. Nem erre megjelenik, hogy úgy éppen, ha mondjuk a Markó Iván egy nappal előbb hal meg, akkor ő a hír, és nem én. De éppen uborka szezem hát akkor mit csináljunk? Húzzuk ki a fióból az új laki dinit, aki küzd a rákkal, de a fiatal felesége és a kisfia tartja benne a lelket. Mi, mi, minek? Miért kell ezt csinálni? És akkor még fölírni se tudom. Egyetlen, egy, egy normális, tisztességes újságíró elküdi e-mailbe azt, amit meg akar jelentetni. És akkor én azt mondom, hogy ez oké, okay, vagy nem oké. Okay. Nem! Ezek hírszerző emberek. Érted? Nincs, én most nem akarok senkit vádolni. Ezek ilyen magán egyetemeken végzett Ruhatár diplomával, újságíró, magyar szak, kommunikáció, történelem szakon végzett, pénzér vásárolt diplomák, amit egy ruhatárba lehet nem elmenni, lehet, hogy... Na most nem ez a lényeg, nincs státusza egy szerkesztőségben, hanem azt mondják, ha hozol egy hírt, kapsz 30 ezer forintot és azért a 30 ezer forintért az édesanyját elárulja, mert szüksége van a 30 ezer forintra. Én ezt megértem. Nem, igen, szóval, hogy az ilyen hírek nagy része az ország hogy elvárás, tehát nem feltétlenül az újságíró ízlése. Hanem rám ha, küldik. Hanem, persze, hát Jaj, annak, ha vannak ilyen, vannak embereknek felelősei. Tehát, hogy rá van hálítva bizonyos újságíró, és időnként abból a, ki kell sajtolni abból valamit. Hát, hát hogy ez, ez, ez működik. Lehet egyébként szerintem tisztességesen is csinálni. Most nemrég volt itt Homonai Zsolt, és ő azt mondta, hogy nagyon jó kijön a bulvárral, mert mindig megbeszélik, hogy mit igen, és mit nem. De igen, valamit nyújtani kell nekük, nekik általában. Nézd, én én azért válogatok, és mindig megkérdezem, hogy honnan vagy, ki vagy, mi vagy, nem tudom hogy mi. Van, akit ismerek, és nagyon szívesen is beszélgetek vele. De, de van, van egy határ, amit. amit, amit Jó, ha ezt, én, ezt én abszolút azt ami, Csak egy példát mondok neked. Fölhív valaki, nem tudom, kicsoda, és azt mondja, hogy. Most itt meg vagyok fázva egyébként, elnézést kérek, hogy itt a De nem, Lök, vagy de... COVID nem, te nem te vagyok kovidos. Nem, nem vagyok a színházba. Itt a van a kutya elásva. Most, fogod, most fogod megtudni a történetet? Na. Na, fölhív, és fekszem az ágyba, mert este játszom, meg nem tudom, nem. Másnap játszom. Este. Fekszem az ágyba, hogy kurálom magam, teje, neocitrán, fene tudja, micsoda. És kérdez, hogy hogy vagyok? Hát na, meg vagyok fázva, azért, na, és nem érzem jól magam. Át, ennyit mondtam. Pl plusz elmondtam, hogy nagyon kérem, hogy ne írjon a rákomról, mert az egy nagyon jó, erős, stabil, egészséges rák. Nem kell azt bántani. Hagyjuk békén. Ne írjon a feleségemről, és ne írjon a gyerekemről. Különben azt ír, amit akar. Erre mi jelenek az újságban? Új küzd a rákkal, plusz covidos, de ott van mellette a fiatal felesége, meg a gyereke, aki átsegíti ezen a nehéz időszakon. Ennek következményei vannak. Azonnal hívnak a színházból telefonon, és azt mondják, hogy Dini, kovidos vagy, mondom, te, hogy vagyok covidos. Aztán most jelent meg a, mit tudom én, milyen újságban, valamelyik bulvár abban, szándékosan nem akarom se b se tével kezdeni a, 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 az idézetet, de szóval most lett meg, hogy Covidos vagy. Hát ennek következményei vannak, tehát el kellett mennem, el kellett mennem reggel 8 órakor másnap, mi, miután este játszottam, a mártírok útjára két és fél órát sorba árni, beletúrtak az orromba, meg a számba, meg nem tudom, is, és vittem a színházba a negatív leletet. Játszottam. Mit tesz Isten? csörög a telefon, egy olyan ember hívott fel telefonon, aki soha. Hogy vagy, Dini? Mondom, jól, jó Nem vagy covidos? Játszol? Mondom, nem vagyok covidos, és játszom. Érzed a mögöttesét ennek? Hát persze. Mert ez egy támadási felület. Akkor azt lehet mondani arra a színádra, hogy covidosan játszhatja a színészeket. Irgom, urgom, Hát arra a színházra sok minden Hát mondható, igen, hogy ez az, a szitok szó kell. ma. Igen, Úgy én 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 szerintem az. De hogy mitől lett az, azt nem tudom megfejteni. Azt nem tudom megfejteni, hogy egy jó színház, ami viszonylag stabil egyensúlyt mutatva hoz létre előadásokat. De természetesen billeg, mint minden a világban, valamikor jobb van, amikor kevésbé jó, de, nem, de, jól működik. De manapság nem a színvonal talanságtól, vagy a hú lesz egy színház hát ezt te is tudod. Persze! Én ezt tudom, én ezt tudom. Ezek ilyen mendemondákon alap, alapuló dolgok. Nem, nem, nem tudom. nem, nem tudom, és nem is érdekel, megmondom őszintén. Engem csak a színház érdekel, engem nem érdekelnek az ideológiák. Meg a belemagyarázott baromságok. Engem, nem, engem csak a színház érdekel, 78 éves leszek egy január a... 20-án. Aktívan dolgozom, három vagy négy darabban benne vagyok a színházban. Most kezdek majd el próbálni a Zsotérral egy darabot, amit még nem tudok, mert nem ismerem. Ő se tudja még szerintem, vagy, vagy csak sejti, hogy mi lehet. Nem tudom, hogy nőt játszom, vagy fél -fél. fogalmam sincs. De majd meglátjuk. Hát nem tudom. Aha. Én tele vagyok tetvágyal, erővel, jó szándékkal mindenki iránt. És nem, nincs bennem semmi. Aggódom, mint minden rendes magyar ember. Aggódom. De miért, miért hát hogy. Hát délelőtt munkafénybe próbálunk a színházba. Nincs teljes fény, mert sporolni kell. Nem fűtik a színházat. Hát nem véletlenül, hogy fújom az orromat. Nem fűtik a színházat délelőtt, csak estére fűtik föl, amikor a közönség bejön. És akkor is, hogy eléri a 18 fokot. És mindenki kapcsolgatja le egymás után a villanyt, Mert Még nem kaptuk meg a számlát. Még nem tudunk semmit. De már mindenki retteg. Hát én magam veszem észre otthon magamon, hogy megyek a család tagjaim után, és mindenhol kapcsolom le a villanyt. Mert ezt hallom egész nap. Orba szájba ez jön velem szembe. Akkor mesélik nekem, hogy nem tudom én, hogy, hogy Svédországba mi rakják ki az a, a svéd kormányfő, vagy nem tudom én, kicsoda azt mondta valami, vagy nem szóvivő, azt mondta, hogy ki kell rakni a kertbe az élelmiszert, mert ott is jó ideg van, nem kell a frigidert műtöltetni, és be kell költözni az asztal alá, és ott jó meleg van, ott egy meleg kuckót ki lehet alakítani, és melegítsék egymást a svédek. Tiszta Ha Most jöttem haza Svédországból. 18 vízi erőművük van. Négy atomerőmű. Árulják az áramot a németeknek. Minden elektromos áramban működik. Ha miről beszélünk? Van egy másik helyzet, ugye most volt szeptemberben választás, Svédország a pont, ott ott voltam, egy függetlenen múlott, hogy egy 80 éve regnáló kormány megbukott. Köszönhető a, a migránsoknak, és köszönhető annak, hogy az egy belső svéd megoldás volt, hogy felosztották az áramot, mert északon vannak a. a a, az erőművek, ugye egy 1800 kilométeres országról beszélünk, hosszanti, ugye? Északon vannak az erőmű, a vízi erőművek, az atomerőművek is. Ők állítják elő az áramot. Ott pár őrébe kerül egy kilovatt áram. Stockholmban 12 korona, lent délen, szüdön meg 20 valahány korona. A déliek azt mondták, hogy micsoda, hát mi adjuk nektek a kenyeret meg a gyümölcsöt, meg minden. Akkor majd ennyiért kapjátok a kenyeret. És volt egy nagyon nagy belső feszültség Svédországban. Ezért bukott meg a kormány. Akkor még, még se tudod kikapcsolni azt, ami a színházon kívül van. Szerintem hát persze, senki nem, nem tehát aki, aki most nagyon el akar bújni, annak is beszivárog itt minden. Persze. Tehát az anyagi helyzet, a De politikai nem helyzet, elbújni, a minden. Nem is akarok elbújni. Én viselem. Meg hát a te színházad bírom, azért politizál is. lehet. Minden hogy... színháznak kell politizálni, nem csak a miénknek. Minden színháznak. A színháznak ki kutya kötelessége politizálni. Molière és Goldoni Óta, már megbocsás. Kötelessége elmondani a mindenkori, a mindenkori értelmiségnek. kutya kötelessége felhívni a mindenkori regnáló hatalom hibáira a figyelmet. Nem így van? Mond nekem meg, De nem így van? Én, hát figyelj, hát a, én, így gondolom. Az Arisztofanész az ókori <laughs> görögöknél már, hát az ókori görög komédiákban Felismerhetően benne vannak, hát persze, benne vannak ö, emberek, persze, akiket, így van. akiket kifiguráztak. Így van. Most meg ugye megkapjuk, hogy a színház ne politizáljon. Hanem mit csináljon? Tolja le még... a gatyáját, és azon jót fognak levetni a nézők? Vagy hogy gondolják ezt? Mi az, hogy ez jó színház? Az a jó színház, amit néznek. Ahova mennek az emberek. Nem az a jó színház? Hát ez lehet rossz színház is éppen. Lehet rossz színház is, nem? A rossz színház az, na mindegy, nem, bonyolódjunk ebbe bele, mindenkinek megvan a maga ízlése. Én annak nagyon örülök, hogy a Katona József színházba állóhelyeket adnak el nap, mint nap. A nem tudom a többi színházba, hogy van. Én annak örülök, hogyha egy állóhely van, mert az is bevétel a színháznak. Olyan szegények vagyunk, mint a templom egere. Ezt halálkom olyan mondom. És egyáltalán nem biztos, hát már hallom, hogy vidéken több színház bejelentette, hogy tére leáll. Lehet, hogy ez mind csak, a, hogy szokták mondani, hogy nagyobb a füst sem mint a lángja. Lehet, hogy ez csak füst. Nem tudom, de egy őrületes félsz van az emberbe Egy őrületes félsz van, hogy mi lesz? Lemegyek a piacra, tegnap ez az alufólia, amit vettem, ide föl van írva egy papírra nekem, hogy alufólia, alufólia utoljára vettem alufóliát, tehát nem sűrűn vesz az ember azért, fél, fél évente, utoljára 600 forint, most is. 1700 forint egy alufólia. Hogy 100 forint egy tojás. Hogy az eper ára nem ment 2000 forint alá. Ott a Fény utcai piacon, ahol én más, egész évben. Otthon se fűtesz. Nem. Még nem. Még nincs fűtési szezon, de még nem. Muszáj és kapcsolom le a parancsot. Muszáj spórolnod neked? Is, Mindenkinek muszáj spórolni. Nem lehet tudni, hogy mikor jön a Damoclész kardja. Fogalmunk sincs. Nem lehet tudni, csak azt lehet tudni, hogy a, a nem tudom hogy milyen díjat, a, az, hogy be van szerelve a gáz. Hogy hívják ezt? Milyen díj? nem közvetítői díj, vagy nem tudom, van ennek egy ilyen szakkifejezése, amikor azt a nyolcszorosára emelték. Tehát magyarán az, hogy be van vezetve a lakásodba, annak a nyolcszorosát fizeted, plusz azért majd az kell, azért kell külön fizetni, no, hogy na, van, hát, ezt még nem te Tudsz valamit ebben, a, nem ebben az? a világon tudsz valamit, ami ingyen van. Jó, Lássan de az... a levegő se lesz, a, mert azt is. Valaki megveszi a fejet fölül. Jó, de Vagy ezt még nem fizet? hallottam, hogy azért kell fizetnem, mert már egyszer beszerelték. Hát hogy? Hát a villanynál ugyanez van. Azért, ha. hogy ott van a villanyóra, azért havi 3000 forintot kell fizetnem. Aha. Szoktál befizetni? Hát szoktam, felfizetni? de nem néha ennyire részletesen. Na, nem tudom nézni. ez az van. Ha, ez... Illetve hát ugye ben van a bankba, és ők automatice levonják, Na, hát amit így aztán ki is kerülik a te figyelmet, szép, Igen, jól, ez így igaz. okosan, hátrahúzva, ollózva kapsz egy cselt, és már benne is van a dugó a hálóba. Figyelj! én nem a... fűtök otthon, tényleg nem fűtök, és megpróbálok kabátba lenni, meg megpróbálok... A kutya az egyetlen, akinek ez seckoljadnó ahogy Aha. a mert vastag szőre van, és ő nagyon jól élvez, itt a farkát. Őt csak a kaja érdekli. Milyen kutya van? Hát ő, ezt tudjuk, volt volt egy... volt, ne, azt ne, ne, tudjuk, hogy gyerekkorodban tacskó volt, azt már volt egy, ez most a harmadik kutyám, igazán egy kutyám volt, azt a Simó Sándortól kaptam, amikor a Franciska vasárnapjai című filmet forgattunk a nap kihozott nekem egy kis Berni Pásztor kutyát, és letette, és azt mondta, hogy, hogy hát ez neked, Dini, hát már olyan jó dolog. Mondom, Sanyi, de kitoltál velem, mondom, hogy mit fogok én csinálni, mondom, tudod mit? Sanyinak fogom hívni a kutyát. Azt mondta, jó, jó, de ne Simó Sanyinak hívja. mondom, jó, nem, na ez lett a Sanyi. És a Sanyi egy olyan hihetetlenül intelligens kultúrát Berni Pásztor volt, hogy Egyszerűen mindenhova jött, a rádióba beengedték. Akkor még működött a rádió. A rádióba, a szinkronba beengedték. Volt mindig három pitja felvétel lett. akkor vett egy levegőt, és amikor vége volt a tekercsek, akkor lehetett hallani, hogy kifújta. De be egerbe, vele. egerbe, egerbe. Várjál, bement oda, várjá, be ment oda a stúdióba be, a stúl, Ha nem engedték volna be, én sem megyek be. Aha. Lementem Egerbe, meghívtak, a Csizmadia meghívott egy Tibor. Igen, meghívott Akkor igazgató egy volt, igen, megrendező. igazgató volt, a Gogo revizorának a polgármesterére vendégként. És én megkérdeztem telefonon, hogy ő kérdezte, hogy mire van a szükségem, mondtam, hogy olyan lakásra, ahol a kutya el lehet. Hogy persze, természetesen, jó, oké. Okay. 11 kor volt az olvasópróba, megérkeztem a színház elé, 3 11 kor kutya ki, bum, be a színész, két ajtó van egy ilyen csapóajtó, meg egy rendes ajtó. A belső a csapóajtó, a kutya már levette a kétszersült sütőnek, a, vagy ennek a meleg szendvics sütőnek az illatát, és már tüzelt be a büfébe. A portás meg elkezdett csikult, hogy nem lehet kutyát behozni, az igazgató úr ki a rendeletet, hogy két napja, hogy nem, nem lehet kutyát behozni. Mét érdekel engem itt a pánik, mondom. És azonnal nagyon az igazgató, hogy lejön a csizés, és nem látta a kutyát. És szóval, mi, 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 a, mi, a, probléma, Dini, mondom. Állítólag mondom a kutya. Ha szóval, hol a kutya? Mondom, menne. nézd meg a kétszer süt vagy bent a büfébe, mert szerintem ott szaglászik. Hú, azt mondja, már nem, nem a nagy balhé van, azt mondja, hát most tettem ki a táblát, hogy nem lehet kutyát behozni a színáltal. Semmi gond. Sanyi, rögtön jött a kutya, mert erősebben szóltam, abból tudta, hogy fontos. És már ott ült, és így nézte, csizikém, Csizik, nagyon jól éreztük magunkat, egerbe, Isten áldjon. Beült mondom, kinyitottam a kocsi hátsó, hogy beült a kocsiba a kutya, és elindultam haza. És akkor most ő elé ugrott, azt hogy ne, hova mész? Hát megy, nő. Ne. Mondtam, nem, én a kutya nélkül, nem, mert megbeszéltük. És hát kénytelen volt beengedni a, 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 a kutyát a színházba. Aztán, mi kell a kutyának? Mondom, sem, én hoztam mindent. Kis tálat, nagy tálat, az egyikből leszik, a másikból iszik, és nem jön ki az öltözőből. Maximum, amikor meghallja, hogy tapsolnak, akkor a küszöbig eljön. Különben ott négy lába az égnek az asztal alatt elalszik. Ezt nem, nem mondod, hogy meg, mert akkor tudja, hogy te meg. Persze, már érkezel, mert, és mert, mert akkor Igen, már... tudja, igen, tudja. Ez egy ilyen kutya volt. Csak a katonába is bejár Persze, persze, persze. Mindenhol ott volt velem. Mindenhol. És hát akkor még lehetett menni kocsival a katonába, ugye? Ma már nem lehet. Egyrészt nem találsz parkolóhelyet, másrészt. Főleg ez meg, hát úgy megdrágult a parkolás, hogy most, hát most már este van tízig. Este tíz így tízig van. Tízig van hát, ott, nem ne el. hát akkor van vége az előadásnak. Hát nem, 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 nem is értem ezt. Nem, nem, szóval mind, mindegy. Te, a... Minden drágább lesz, az ember tudja, és előbb-utóbb minden cipő kilukad. De és azt, azt hogy bírtad, mert azért ez még böki a csőröm, igen. tudom, hogy már túl vagyunk rajta elvileg, de hogy 14 évesen, tehát egyrészt vallatott az ávó. Igen, igen. Másrészt utána bekaszliztak, és tudom, hogy hónapokig egy egyszemélyes zárkába. Hát nem, Há nem egy hogy személy, kutyát nem, az nem az vetett. Az, nem volt az egyszemélyes, de nem. egyedül voltam. Ja, két két, két frics volt, be volt betorozva, nem, egy, egyedül voltam. Hát igen, hát ez megtörtént. De hogy bírtad azt? Nem fogtam fel, hogy mit történt. Olyan fiatal voltam, hogy nem fogtam fel. Ilyen egyszerű a megfejtés. Aki végig végigcsinálta velem ebben a perben ezt az egész Herce urcát, az, az vagy megbolondult, vagy belépett a pártba, ott ment a börtönbe. <laughs> Tényleg? Nem És ez nem. nagyon jó Halál hogy... Tehát akkor jobban ki lehetett kerülni. hogy is. Csegnyalás. Érted? Hát ha. Az ember keresi, kutatja ezeket, hogy hol lehet jobb helyzetbe kerülni. Meg áruló. Hát ilyen. Ilyen az ember. Ez egy természetes dolog. Én elmondtam valami műsorba valakinek. És során nyaltam segget. Csak azt a másik fajtát. Az. <laughs> én nem nyaltam. Azért, hogy én előbbre jussak én. S Engem megpróbáltak beszervezni, most megy az a há há három per hármas. Te nem tudod, hogy én mit éltem át azzal. Győrbe, ott kezdtem. Hát most monddál, ott, el, ott, mi, ott, mi, ott, ott, el, el? Kezdtem, ott, kezdtem, ott Győrbe, és ott történt valami, azt az ügyelőnek ellopták a, a, a Jékeli Zoltának a Vátyás király Juhásza darabját. Próbáltuk, és e, akkor ott e, én egy különleges helyzetben voltam, mindegy, ez egy másik műsort megér az egész történet, de ezt, na most nem kezdek bele. Valahol az ügyelőnek ellopták a pénztárcáját, és akkor kihívták a rendőrséget, fizetésnap volt. És akkor kihívták a rendőrséget, kijött a rendőrség egy nagyon helyes német juhász kutyával, végig mindenkit, csóválta a farkát, és elmentek. És mondták, hát ugye nem találták meg, hogy ki volt az, aki ellopta, és engem behívtak. A rendőrségre. Hogy hogy volt ez, meg mi volt, mert én ott voltam a közelben, meg mondtam, én nem tudom, hát soha életemben nem nyúltam a másikhoz, megvan nekem a magam segítségútja az az édesapám, ha szükségem van rá, akkor telefonon is, akkor küld nekem pénzt, nem mindegy. És akkor egyszer berelpárkó, háromszor bevittek, nem először csak be beidéztek, és akkor egyszer csak bevittek. És akkor megjelent két ilyen. Az a típusú ember, akit én 50 méterre hátszérből, háttal megismerek. Vagy szembeszélből háttal megismerek. Két ávos, ilyen leironingbe, háromszögletű gumis nyakkendőbe, barna ruhába, barna cipőbe. Persze, szinte egyenruha. És hát, hogy így, meg úgy, meg mondom. Na most akkor mondtam nekik, akkor most tisztázzuk. Mert az ember, ha akarja, hanem a, a börtönbe kap egy kis jogi kiképzést is. Nem tudod kikerülni. De most akkor a pénztárca miatt vagyok itt, vagy, vagy miért? Mert ha pénztárca vagyok, mint akkor kérem, hogy kísérjenek az árkámba, nem tudom, én nem akarok magukkal beszélni. Nem, hát nem így van, meg nem tudom. És hát, hogy kik, kik meg kéne megfigyelni, meg nem tudom. És mondtam, hogy én hát próbáltam kibújni, mondtam, hogy nézzék, hát én színésznek készülök, hát akkor még segédszínész voltam, hogy bohém vagyok, elpofázom, én nem vagyok erre alkalmas, mert szeretnek a városba a fiatalok, meg minden elmész, nem tudom, milyen szórakozó erre, és akkor kér. És a gulyás nevezetű karmestert kell figyelni a, színházban. Ők jó, tudták, hogy ki, kicsoda meg mi. És mondtam, hogy én nem vagyok erre alkalmas, és nem. Na akkor, Behívtak, be, nem, bevittek, onnantól kezdve mindig bevittek. És akkor elkezd, ez volt az első. A második az már fenyegetés volt, és azt mondta nekem a, egy ilyen ávos, ezredes, vagy nem tudom, nagy, magas rangú, mert csikos volt. Azt mondta nekem, hogy ide figyelj, ha nem vállalod, akkor én itt minden hónapban egyszer 24 órára behozhatlak, amikor te neked a színpadon kellene lenned. Aztán ez a te főnököd, ez a Váradi György, ez egy gyáva zsidó. Ez úgy kip, téged innen évvégén, hogy a lábad nem éri a földet. Jó, akkor. Hát akkor egy kicsit beszartam, de hát akkor is mondtam, hogy nem, nem. Egyébként egy nagyon elismert szakember. Na várjál, 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 várjál. Várjá. Majd megint bevittek. Éjjel háromkor és fölvittek ugyanabba az épületbe, ahol Győrbe letartóztattak 1960-ban, csak nem a földszintre, hanem föl a negyedik emeletre, ahol nagy buli volt. És ott söröztek meg valami fehér pálinkát ittak, gondolom, tám vodka lehetett, vagy gin, vagy nem tudom, fehér pálinkát ittak, mint ez, ilyen. És akkor, körülbelül akkor a pohárból is, igen. igen. És akkor azt mondták, hogy álljak oda a sarokba. Na jó, van. oda a sarokba. Egyszerű oda itt egy ilyen csikos nadrágos magához. Na, mi van? Vállalja, vagy nem vállalja? Ja, azt elfelejtettem külön mondani, hogy volt egy periódus, amikor pénzt is ígértek, 1200 forintot a fizetésem, és havi 3000 forintot ígértek, hogy ezt csináljam. Akkor is mondtam, hogy nem. Azt mondja, vállalja, vagy nem vállalja? Mondom, nem vállalom, és elmegyek a legfelsőbb fórumig, ami Magyarországon létezik, és tiltakozom az ellen, amit maguk itt művelnek velem. Szóval, hova mész te, taknyos? Mondom, elmegyek a Kádár János titkárságára, és palaszt teszek az ellen, amit maguk itt művelnek velem. De tudod, mit felelt? Azt mondja, ide figyelj, te Az én beosztottam, úgy a segbe, a te Kádár Jánosodat, hogy zúgva száll, mint a győzelmi zászló. Takarodj innen! Megforultam, kijöttem. Ott sose felejtem el azt a pillanatot, akkor már kelt föl a nap, és meghallottam, hogy csivitelnek a madarak, hogy tiszta a levegő, és hogy én tiszta maradtam. Nem baj, kezdem előről az életemet. De én tiszta maradtam. Tehát lehetett nemet mondani. Ebben csak azt akartam mondani. Ennyi. Azt szoktad nyilatkozni, hogy a nőkkel kapcsolatban is tiszta maradtál. Igen. Tehát, hogy, Igen. hogy ö, még olyat is mondtál, hogy ö, te egyik kapcsolatodat sem tiltottad el attól, hogy szüljön. Nem. Tehát, hogy mindenkinek... Nem. Így van, így van. Megengedted, hát, aki old, akart. Vagy. Joga van hozzá. Mint ahogy nekem is jogom van egy gyerekem. De volt, aki elvetette, és akkor... De nem tudtam meg... róla. Nem mm. tudtam róla. Nem is, azóta nem is tárgyalunk az nem is Az körülbelül 50 éves korú gyerek lenne. Nem, azóta nem is tárgyalunk. Az én tudtom nélkül elcsináltatta, és az engem nagyon bántott. És az is igaz, hogy tulajdonképpen a volt feleségeiddel is jóba vagy? Abszolút. Sőt, születésnapkor van közös buli? Nem, az kialakul. Van úgy, hogy ez beállít, az beállít, jönnek, mennek, így, 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 átjáróház van. Igen? igen? Igen. Beszélgetek. A, 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 éppen tegnap a, le, a kislányom a legidősebb, aki nem is egy házasságból született, hanem egy szerelemből Miskolcon, mikor ott voltam először. A kettő mondjuk nem biztos, hogy kizárja egymást. Nem, nem mindegy, csak úgy mondom, igen, mert, jól, ott, is igen. Volt, mert ott is az volt, mert ezt kérdezted. Ott is az volt, meg kiderült, hogy terhes. És akkor kérdeztem, hogy tőlem van? Azt mondta, igen. Mondom, akkor megszülöd. És azóta van két csodálatos unokám, két kisfiú unokám, egyik édesebb, mint a másik. És ugyanúgy tartom a kapcsolatot, bár nem volt a feleségem, de bármelyik feleségemmel, bármikor. Na jó, de itt ilyenkor, hogy segítem, tudtál apaként jelen lenni, vagy nem voltál jelen apaként? Már mikor Hát mondjuk egy ilyen, aki, aki házasságon kívül. Megszűrt Én te abszolút te meg, mert... apaként voltam jelen, addig, amíg be nem jelentette nekem, hogy ő beleszeretett egy, egy helyi orvosba. Aha, jó, mert ezt Tehát onnan mit csináljak? Lent vagyok Egerváron, egy szabadtéri játékon, túl vagyok már egy kőszegen, de még azért Egerváron egyet lenyomok, és akkor megjelenik a, a, a hölgy egy csatyogó, aranyos kis babával, akinek ilyen szőke göndör fia, világító kék szemei vannak, és Rékának hívják, az én lányom, és közli velem, hogy ő beleszeret. Hát mit tudsz csinálni? Torok szorítva, a gyerek kezét fogva, sétáltam a vár parkjába, és elmagyaráztam egy másfél éves gyereknek, hogy, hogy kislányom, nagyon szeret téged, apa majd azért foglak látni. És ahogy ez az életrendje, először mentem hetente, aztán két hetente temiskolcra, aztán havonta egyszer, de mindig teljesítettem a kötelességemet. Mindig. Nagyon örülök, hogy olyan ember ö, ö, mellett nevelkedett föl, aki egy nagyon tisztességes. P Pali, ö, a többivel, meg minden, mindenkivel tartom a kapcsolatot. És a férjehez ment egy nagyon aranyos, kedves férje van. Tündéri családot élnek, vagy családi életet élnek, és nagyon jó, gondolkodó, okos kislány. Mint ahogy a fiam is. Ám a mi családunk egy kicsit olyan késő érő, tudod? Mindenki olyan későn érő. Lehet, hogy ez genetikusan tőlem származik, de... Mondod ezt te, aki Ö... 14 évesen ott voltál börtönben? Teljesen hát, figyelj! Hát miért lel az, az, le meg, meg megérik, ha nem, hogy ide ha figyelj, nem az, ez. hogy az ember megérik, vagy nem érik meg, az nem ilyen súlyos csapásokon múlik. Nem a csapások elviselésén, hanem azoknak a kezelésén múlik. Hogy valaki a genetikailag, a genetikát nem lehet megtanulni, az nem egy tantárgy, azt örökölni lehet, vagy van, vagy nincs. De akkor miben? Az intelligencia miben nem például volt... az nem örökölhető, az hát egy ez genetikai nem kérdés. De miben, hát a genetikai kérdés akkor éppen hogy örökölhető, nem? Vagy nem tanulható ja, akkor, úgy nem, akartam Igen, mondani, úgy, úgy az intelligencia igen, nem tanulható, igen, így igen. akartam ott. De miben nem voltál te érett? Hát te nem, egy csomó dologban, nem együtt nőttem fel a korosztályommal. Aha. Hát, tehát, tehát ez az egész dolog, ez a, ez a, ez a börtönhistória, ez megbillentette az én életemet. Tehát egy csomó dologról lemaradtam. Lemaradtam a, a gimnáziumról, három év alatt kellett érettségizni. Elmentem a és én azt hittem, hát a naivitás azért az egy színésznek a privilégiuma, érted? Hogy én azt hittem, hogy én eltöltöttem ezt az időt, akkor ennek ezzel vége van. Ha vélt vagy nem vélt, vagy valós, vagy nem valós, megérdemelt, vagy nem megérdemelt, tök mindegy, vége van, még egy kicsit kell jelentkezni a rendőrségen egy évig, havonta egyszer, aztán kész, de azért beiratkoztam esti gimnáziumba, jelentkeztem a főiskolára, azt hittem, hogy vége van. Hát ahova evidensen nem vettek föl Hát hát ki tudta ezt? Gábor, hát ki tudta ezt? Hát azért hát én, akko, én, akkoriban én, 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 ezt, ezt szerintem én én lehetett sejteni. Én azt hittem, hogy ennek ezzel vége. Van. A, jó, értem. És akkor én, mindenki vitte az egy, az egy oldalas vizetjét, felvételi papírját, én meg a 17 oldalast. És akkor csodálkoztam, hogy nem vettek föl. Hallottam majd. Minden mindent beleírtál, Böcsület? Hát nem, nem én írtam. Ja, de az az erkölcsi bizonyítvány ja, nem te írod. Világos. Azt nyomtatják, fújt föl. Jó, világos, gondoltam, hogy valami Csak a kell adni, az kész. Az de az... állítólag Ádám nagy nagyon rendes volt veled, akit az utcán megkérdezted. Igen, hogy... hát nem, nézd, mit mondjon? Mit mondjon? Ádám ott, Oda mentem hozzá, sosem felejtem el, a vasúta sarkán van, egy, volt egy trafik. Talán most újra az de közben volt ruha volt, meg nem tudom, mindegy. Ott a, a kanyarban. Tehát vasúta, ahol a sarkán... megboldogult Odris színpad ég, ég, volt, igen. ahol, ahol amit talán újra lesz ég, most ígérgetik. A fene se tudja, majd még látjuk. Na mindegy. Szóval ott állt egy ilyen piros ing volt rajta, és egy fe, fekete bőrzakó logót így a vállán. És oda mentem, hogy tanár úr, ne haragudjon, hogy megkérdezem volna, mert én... <kül> én kétszer eljutottam itt a harmadikig, visszahívtak. Akkor még nem volt ez az összetartás, meg külön edzés, meg nem tudom. Az az összetartás, aki nem tudom, azt jelenti, hogy aki már a végső fordulóban van, akkor pár napig, vagy egy hétig is, ott együtt csinálnak Köszönöm mindent. Köszönöm szépen, hogy, hogy mondod, Eddig én nem jutottam el, de akkor még nem is volt hanem az volt, hogy délelőtt volt egy utolsó harmadik forduló, és délután kiakasztották, hogy ki az, akit felvettek. És akkor felvették a Bánság a Lukács Sanyit, a Martin Mártát, a, a, a sokakat, És akkor, de most csak épp a Kossuth sokat mondtam el. De, és akkor... Én, én, én sajnos én, nem nincs, nincs, bocsáss igen. meg, hát akkor egy, egy mellé csúszott. Nagy Gabi, ősérkos, de ő is ott volt akkor stúdiós, meg hát sokan voltunk. Na mindegy. És akkor én, én, mondtam neki, hogy mondja meg, hogy, hogy alkalmas vagyok én erre, vagy nem vagyok erre. Ha mindig visszaívnak, és mindig kérik tőlem ezeket a dolgokat, meg emlékszem a major, mondhat, el. még egyszer a négyökrös fekeredt. Mondtam, jó, hát persze elmondtam. És akkor ki, mi kimentünk, akkor kijött. És azt mondta nekem, azt mondta, mondja magánál, miért baktatnak egyre gyorsabban az ökrök. És mondtam, hogy azért, mester, mert én úgy gondolom, hogy a szerelem fejlődik, a végén már vágtatnak. Azt mondta, remek gondolat, mondta. Kész. Aztán később, mikor a lírkirályt játszottuk, a Miskolcon. Akkor... Abban ja. ő volt a... Igen, én voltam a kent. Na, és akkor hozom le a pajtából, nagy lógott le a keze, vagy szemüveg rajtam, aztán szóval. maga az osztályába járt, dinikén mondom, mester, én nem jártam, szóval. pedig én mindent megtettem. De hogy tett meg mindegy, tök mindent. <laughs> Na, de akkor Ádám, Na, Otto. Ádám Otto, Ha elkezdi nekem mondani, hogy nézze, vén, hát maga már egy érett egyéniség. Kétség kívül, hogy látok magában valamit, menjen el vidékre, és próbálkozzon meg azon az úton. Tehát mit mondjon? Ha azt mondja nekem, hogy maga alkalmatlan, és én beugrom a Dunába, akkor ezt hogy kezeli? Ezt kell mondani, ezt kell mondani. Na de ez nem jelentett neked semmit, hogy ezt mond? Dehogy nem elmentem. Dehogy nem elmentem vidékre. És az Aztán szem... volt onnan kirúgtak, volt onnan én jöttem el. zajlott az élet. Igen, úgy pár száz vidéki színházban meg, meg. megfordultam. Meg, 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 nem... Térültem, ne, fordultam. Hát volt olyan, hogy kirúgtak Miskolcról? Mert miért? Mit tudom én, valamit a meszlérivel berúgtunk és a vonaton? Messzléri Judit. Messzléri Judit, a legjobb barátnőm a mai napig és volt valami filmfesztivál, és nem volt rendben a jegyünk, meg mit tudom én, de azért adtak ilyen, ahol hely van, hely jegyet, nem tudom, és végig átmentünk, hát megittunk már, két üveg volt legalább fejenként, és akkor átmentem egy ilyen, Szünnap volt, jött, átmentem egy első osztálykon, ahol csak Katonák ültek, és valamitől bekattam, többet nem is tudok ebből a dalból. Horti Miklós, katonája vagyok én, nem tudom, és mentünk tovább. Majd megjelent egy ilyen, nagyon díszes ruhás ellenőr, mellette egy, egy általam jól ismert barna ruhás, háromszögűre kötött Neil meg egy kalauz, meg kérik a jegyeket, odaadtuk a jegyet ez nem érvényes. Mondom, miért nem lenne érvényes, ne szórakozom. Most adta a kollega a Tiszai pályaudvar. De ez nem érvényes. Nem. Hogy hívnak? Mondtam, hogy mit tudom én, Szlópicsák, Gotthard, hol lakom? Azt mit tudom, mondtam, a Budapest 27. kerület, nem tudom én. Kérdezték a Júcit, hogy Meszléri Judit vagyok, mondta. a Miskolci nemzeti színáltó, jó, az, hétfőn, ez volt szombaton, Hétfőn, vagy a hétfő szünap, kedden próbáltunk Egerbe, bejött az Illés, nem, főrendező engem is azt mondta. Illés István. Illés István, igen, már Isten mert meg hót és azt mondta, hogy hát neki fegyelmit kell nekem adni, mert hogy kint voltak a pártbizottságtól, és a, hogy én orti nótákat énekelek a vonaton, és, és mondta, neked elment az eszed? És ezért te nekem a színházba adsz fegyelmit? Na, mert eredj a büdös francba! Hát hülye vagy te! Na, akkor este még jó bepörögtem, és leporoltóztam az egész vezetőséget a büfébe. Ez most nem baj, de... leakasztottam a poroltót, és mindenkit befújtam. De megoldottam a dolgot, mert kitiltottak a büféből, és mondtam, írtam egy levelet, hogy engem nem lett a kultúrától eltiltani, és az információtól, és ott, ott a televízió, és a televízió szobába beengedtek, és ott egy nagyon aranyos büfésnő, és csak szóltam, hogy fut a kép, akkor hozták ki a fröccsövet, úgyhogy ugyanúgy klubéletet éltem továbbra is, megoldom én a dolgaimat, és nem kell engem félteni. Most hogy érzed magad a katonában? Ugye jól! Szó? Jól, én nekem nincs semmi rettenetesen rányomja a bélyegét ez a, a mindenre, az én életemre, a családom életére, és gondolom mindenki életére ez a bizonytalanság, hogy akkor most hogy lesz, mint lesz, hogy hogy döntenek, egy picike kis ország vagyunk, tehát, hogy döntenek a nagyhatalmak a fejünk fölött. Mit fogunk csinálni? Ez, ez, ez egy borzasztó dilemma aki egy picit is értelmesen gondolkodik, annak ez probléma. Ha van egy réteg, aki azt mondja, hogy szarom rá, úgyis meg tudom venni, megveszi. Tényleg, meg fogja venni. Én dohányzom, és most már csak egy fél dobozzal szívok el. Az nagyon egy helyes nap. lehet, hogy nem kéne. Ne, a... Nem, nem, a... nem. Én, én annak idején, amikor túlszívtam magam, amikor elmentem a Dössaterrúdihoz, minden, a kettes számú klinikának volt a, a igazgató főorvosa, és mondtam, hogy a Gyöngyösi Katikának a, a férje volt egyébként, onnan van az ismeretség. Igen, kiváló győr színe igen, 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 remek és gyönyörű volt. Na nem, nem mindegy. És akkor én elmentem hozzá, és mondtam, hogy, hogy ez a problémám, hogy le kéne a cigárt. Elővette egy könyvet, és elkezdtem, kinyitotta, és mióta szívod? Hát mondom, 1961 óta. Ugye akkor bekerültem a Markóba egy zárkába, ahol 18-an voltunk egy 8 személyes zárkában, és 16-an dohányoztak, ablak zárva. Hát mit csinálsz? Rágyújtasz. Na, én azóta dohányzom. Na mindegy. Elkezdtem mondani, hogy mit szívtam. kosutót, tervet, munkást, aztán később jött a bolgárkosz, Rodope, porti, akkor jött a fecske, a szimfónia, tudom, volt, aztán később már Dönhill, Zöld Bordó Dönhil, anyám vart olyan, kötött olyan pulóvert, kértem, hogy nekem csináljon ide egy zsebet, egy lukat, egy pulóverre. Azt mondtam, lukat, egy pulóverre? Mondom, mama, akkor nem kell így benyúlni és kivenni a cigarettát, hanem itt csak lukon benyúlok és kiveszem. És Na mindegy. A felénél azt mondta nekem a rudek, már azóta becerül a desaterul. Azt mondta, hogy te már rég halott vagy. Ez az almanak szerint. Te már rég halott vagy. Azt mondta, a hippokrát eszi eskümmel ellentétben azt mondom, ne hagyd abba. Ha abba hagyod, az elvonási tünetek rosszabbak lehetnek, mint maga a dohányzás. Stroke, szívinfarktus, ideg össze. Nem vicc barátaim jártak így, letették a cigarettát, többek között a bátyám is. Három hónap múlva sztrók. Erős Tamás, a híres, belső építész, filmgyárban. Letette a cigarettát, sztrók. Ez azt mondta, hogy téged már a nikotin tart összedini. Mondtam, hogy jó van, akkor gyújtsunk rá. Azt mondta, ő nem. Mondtam, tessék, húsz éve meghalt szegény tüdőrákba. Soha életébe nem szívott el egyetlen egy cigarettát, nem hívott egy korty alkoholt. A kártya ki van osztva, mondja, ahogy a versben is van. Pihenünk észak, dél. Mi lesz velünk? Azt mondd meg nekem. Mi lesz velünk? Hát, ha én ezt meg tudnám mondani. Hát, most egyszer hadd legyek én, aki kérdez. Mondd el nekem. Mi lesz itt? Hát, hogy nagy baj van, az biztos. Megpróbáljuk megoldani. Hát úgy legyen. Köszönöm, hogy jöttél. Isten áldjon, bármikor szívesen. És önöknek is köszönöm, ha néztek minket. Új lakidénes volt ezúttal a Bóta Café vendége. Viszontlátásra.